Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, kedves végzős hallgatók, szép napot kívánok mindenkinek! A Miskolci Egyetem szenátusa, professzorai és minden polgára nevében mély tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci Egyetem diplomaosztó ünnepi szenátus ülésén. Az ülést ezennel megnyitom. Külön tisztelettel köszöntöm az állami, az üzleti és a társadalmi élet megkülönböztetett szereplőit, a járási hivatalok elnökeit, vezetőit és a középiskolák igazgatóit. Engedjék meg, hogy külön név szerint is köszöntsem Gondos Judit úrhölgyet, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát. Dr. Dobéczi Zoltán urat, a Magyar Rektori Konferencia főtitkárát, a Magyar Nemzeti Bank elnökének főtanácsadóját. Dr. Martonovics Bernadett úrhölgyet, az Igazságügyminisztérium főtanácsadóját. Dr. Petrik Béla urat, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatalvezetőjét. Dr. Épási Árpád urat, a Miskolci Törvényszék elnökét. Figler Péter urat, Miskolc megyei jogú város alpolgármesterét. Dr. Bogyai Ferenc ezredes urat, Miskolc megyei jogú város rendőrkapitányát. Dr. Ródor Ferenc urat, az Encsi járási hivatal vezetőjét. Török László urat, a Magyar Államkincstár Borsod-Abolcs-Zemplén megyei igazgatóságának igazgatóhelyettesét. Újfalvi Lajos urat, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT igazgatóját. Masa Beáta úrhölgyet, a Robert Bosch Power Tool Kft. HR igazgatóját. Barkó József urat, az OTP Észak-Kelet-Magyarországi regionális vezetőjét. Brezovcsik Zsolt urat, az OTP Miskolci fiókjának igazgatóját. Grábics Ágnes úrhölgyet, a Központi Statisztikai Hivatal főtanácsadóját. Üszög Lajos urat, a Miskolci Egyetem konzisztóriumának tagját. Köszöntöm a társegyetemek képviseletében dr. Dietmar Mayer professzorat, az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelv Egyetem rektorát. Továbbá Csáfor Hajnalka úrhölgyet, az Eszterházy Károly Egyetem gazdaságtudományi karának dékánját. Köszöntöm a Miskolci Egyetem volt rektorait, dr. Kovács Ferenc professzorat, valamint dr. Besenyei Lajos professzorat. Köszöntöm a Miskolci Egyetem kancellárát, dr. Deák Csaba urat. Köszöntöm a Műszaki Anyagtudományi Kar volt dékánját, dr. Kaptai György professzorat. Köszöntöm az Ökumenikus Egyetemi Lelkészség képviseletében Makai László görög-katolikus egyetemi lelkészt, a Roma Szakkollégiumok országos elnökét. És végül, de nem utolsó sorban, megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm végzős hallgatóikat, akiknek ma diplomát fogunk átnyújtani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai napra szóló meghívó a Miskolci Egyetem diplomaosztó ünnepi szenátus ülésére invitált, és mi jöttünk, hogy tanúi lehessünk hallgatóink életének-e rendkívül jelentős, de talán legjelentősebb eseményének. A diploma átadás azonban nem csak a végzett hallgatók és családjaik számára, hanem higgyék el, az egyetem számára is ünnep, hiszen bizonyítéka annak, hogy az egyetem oktatói és nem oktató dolgozói az elmúlt években sikeresen látták el feladataikat. Kedves végzős hallgatók! A magyar nép egyik bölcsessége úgy hangzik, hogy ki mint vet, úgy arat. A vetés, aratás körforgása az élet minden területére, így az egyetemi életre is természetesen igaz. Önök hallgatók és mi oktatók néhány esztendővel ezelőtt elvetettük a magvakat, és most eljött az aratás, a diploma átadás átvétel ideje. Szeretettel gratulálok ehhez önöknek. Most átadom a szót Sándor Krisztinának, hogy ismertesse a diplomaosztó ünnepség menetét. Hölgyem, parancsoljon! Megköszönöm rektor úr üdvözlő szavait.
A Miskolci Egyetem szenátusának mai nyilvános ünnepi ülésén sor kerül a Műszaki Anyagtudományi Kar, az Állam és Jogtudományi Kar és a Gazdaságtudományi Kar végzős hallgatóinak diplomát adására, habilitációs oklevél, PhD doktori oklevelek, emléklapok, bosdíj, valamint becsületdiplomák átadására. Most felkérem Gondos Judit közigazgatási államtitkárasszonyt, köszöntse a diplomájuk átvételére készülő hallgatókat. Köszönöm szépen. Tisztelt rektor úr, tisztelt dékánasszonyok, dékánurak, tisztelt kedves végzős hallgatók, kedves vendégek, hölgyeim és uraim. Mindenek előtt hadd köszönjem meg a megtisztelő lehetőséget, hogy ma itt lehetek, és ezen a szép napon együtt ünnepelhetek önökkel. Amikor jöttem idefelé, és átgondoltam, hogy hogy is zajlott ez a nap az én életemben, azt gondolom, hogy mindenképpen egy kettős érzés támad az emberben. Részben, legalábbis a végzős hallgatók részéről nyilvánvalóan, egyrészt egy megkönnyebbülés, hogy vége van annak a sok megpróbáltatásnak, amit a vizsgák és az egyéb kötelezettségek jelentettek ebben a egyébként szép időszakban. Másrészt egy egészséges izgalom, hogy hogyan is alakul majd a jövő ennek az új megszerzett diplomának a birtokában. Nyilván vannak önök között olyanok, akik már biztosan tudják, hogy mit fognak ezzel kezdeni, mit is fognak csinálni az elkövetkezendő időben, és hogy hol teszik majd ezt. És gondolom vannak olyanok is, akik még ezt nem tudják egész biztosan. Azt gondolom, hogy bárhogy is van, önöknek mindenképpen szerencséjük van, vagy szerencsések, azt kell mondjam, mert szerintem jó szakokat, jó szakmákat, és nem utolsó sorban jó egyetemet is választottak, és ráadásul mindezt egy olyan időszakban tették, amikor az önök szaktudására azt hiszem nagy szükség van a gazdaságban, és nagy kereslet is van a szakmájuk iránt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy szerencsés egybeesése az önök életének. Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a különböző munkáltatók az önökhöz hasonlóan jól képzett munkaerőt nagyon szívesen fogadják, és nagyon gyorsan el is kapkodják. Úgyhogy én remélem, hogy ez az önök esetében is így lesz, és hogy egy kicsit haza is beszéljek. Nyilván a gazdaság teljesítménye és az a gazdasági környezet, aminek ma részesei lehetünk, egyre inkább lehetővé teszi majd ezt az önök számára, és nagyon remélem, hogy egyre több, jobb és szebb lehetőséget kínálnak majd önöknek is. Hadd emeljem ki, hogy mennyire fontosnak tartjuk azt, hogy az egyetemek, a felsőoktatási intézmények és a gazdasági szereplők szorosan együttműködjenek egymással, és azt hiszem, hogy erre a Miskolci Egyetem egy kiváló példa, és csak biztosítani tudom önöket arra, hogy ezt az utat tovább folytassák. Hogy emeljem ki, hogy akár a külföldi, akár a belföldi befektetők, beruházók, amikor egy új helyszínt választanak, akkor mennyire első helyen és első között tartják számon, és foglalkoznak azzal, hogy milyen és mennyire jól szakképzett munkaerő áll rendelkezésre, úgyhogy ebből a szempontból is kiemelt szerepük van a frissen végzett diákoknak. Ma azért engedjék meg, hogy egy kicsit arra is emlékeztessek, bár nem szeretném elrontani a mai örömüket, de bizonyára tapasztalják és majd fogják is, hogy az a tudás, amit itt megszereztek, és ma a rendelkezésükre áll, csak nagyon rövid ideig, és csak talán ebben a pillanatban teljes értékű. Ugye ez általában is igaz, viszont a mostani tényleg nagyon gyorsan zajló világban
a különböző iparágakban zajló fejlesztések, a digitalizáció és sok minden más az élet számos területén mindenkit egy komolyabb lépésre sarkal, és önöknek is lépést kell majd ezzel tartaniuk. Ezért arra biztatom önöket, hogy azt a tudást, amit eddig megszereztek, és most ezzel a diplomával magukénak tudhatják, próbálják megőrizni az értékét, próbálják továbbfejleszteni, próbáljanak ehhez egyre több tudást és tapasztalatot társítani majd később, és törekedjenek arra, hogy legyenek a legjobbak, vagy tartozzanak a legjobbak közé a szakmájukban. Rendkívül jó érzés majd meglátják, amikor a gyakorlatban is tudják hasznosítani azt a tudást, amit nehéz fáradtságos munkával megszereztek az egyetemen. Engedjék meg, hogy megint egy kicsit hazabeszélve, biztassam önöket arra is, hogy forduljanak bátran a közigazgatás felé is. Az egy nagyon szép szakma, úgyhogy arra biztatom önöket, hogy nagyon sok tudást és tapasztalatot tudnak szerezni, és akár élethivatásukká is válhat a későbbiekben. Felhívom a figyelmüket, hogy jelenleg is legalább 200 üres álláshelyre keresnek kollégát a különböző közigazgatási állásportálokon, úgyhogy bátran forduljanak e felé is. Végül nagyon sok szeretettel gratulálok ahhoz a diplomához, amit ma át fognak venni pillanatokon belül, ahhoz a teljesítményhez, amit eddig nyújtottak. Mondjanak köszönetet a családtagjaiknak, szüleiknek és mindenkinek, aki segítette ebben önöket. Kívánom, hogy legyenek sikeresek a szakmájukban. Kívánom, hogy vegye körül önöket szerető család, barátok, munkatársak, akikkel tudnak osztozni majd ezekben az örömekben. Mindenhez kívánok jó egészséget és sok boldogságot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Megköszönöm államtitkár asszony üdvözlő szavait. Most a műszaki anyagtudományi kar végzős hallgatóinak mérnöki fogadalomtétele következik. Felkérem Szobocki Ákos anyagmérnök hallgatót a fogadalom szövegének felolvasására. Végzett hallgatóinkat és vendégeinket megkérem, álljanak fel. Én Szobocki Ákos fogadom. Hogy a selmeci hagyományokhoz hűen, tudásomban mindenkor a műszaki fejlődést, hazám fejlődését, az emberiség felemelkedését szolgálom. Hivatásom gyakorlása során, védem az emberek biztonságát, egészségét, a természeti és az épített környezetet. Szakmai tevékenységemet mindig. Legjobb tudásom szerint. Az egyetemes elkölcsi normák. És a szakmai etikai szabályainak betartásával végzem. Ápolom a szakmai hagyományokat. Tiszteletben tartom elődeim. És kollégáim szakmai eredményeit. Megszeretett tudásomat folyamatosan bővítem. Munkámmal és magatartásommal. Mindenkor szakmát tekintélyét. És társadalmi megsülését. Valamint a Miskolci Egyetem jó hívét erősítem.
Az almamáter tiszteletére hangozik háromszor Vivát. Vivát! 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 Most a Műszaki Anyagtudományi Kar végzős hallgatóinak diploma átadása következik. Felkérem dr. Palotás Árpád Bence professzor urat, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánját, hogy tegye meg előterjesztését. Magnifice Domine Rector, tisztelt ünnepi egyetemi szenátusi ülés. Mint a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja bejelentem, hogy karunkon 2017-18-as tanév első fél évében oklevelet szerzett 50 fő, ebből mesterképzésen oklevelet kap 13 fő, alapképzésen oklevelet kap 23 fő, összesen oklevelet vesz át 36 fő. Bejelentem, hogy most az oklevelek átadása következik. Kérem a végzős hallgatókat, hogy nevük szólításának sorrendjében fáradjanak az elnökséghez, hogy az egyetem rektorától és a kar dékánjától oklevelüket átvegyék. Anyagmérnöki mesterszakon oklevelet vesz át. Balog Tamás. Balog Tamás. Béres András. Daruka Márton. Dobó Dániel. Friedrich Mihály. Nándor. Mádai Nóra. Rezes József. Ring György. Toldi Rudolf. Urbán Erika.
kohómérnöki mesterszakon oklevelet vesz át Vince Roland. Anyagmérnöki alapszakon oklevelet vesz át Asztalos Flóra. Bársony Ádám. Bubonyi Tamás. Burkus Krisztina. Gyarmati Gábor. Hegedűs Balázs. Horváth Balázs. Juhász Dániel. Juhász Viktor Tamás. Kazup Ágota. Kárpáti Viktor. Lovász Tamás. Pajl Brigitta. Prekob Ádám. Sikora Emőke. Szankai Csaba.
Szecskó Ádám. Szerencsi Máté. Szilágyi Tamás. Szobocki Ágos. Takács Bence. Váradi Lajos Ádám. Zsóka Gergő. Bejelentem, hogy most a jogi doktorok avatása következik. Felkérem Berzevici Márk Zsolt joghallgatót, hogy az állami és jogtudományi doktorjelöltek nevében terjessze elő az avatás iránti kérelmüket. Magnifice Domine Rector, tisztelt egyetemi szenátus! Az állami és jogtudományi kar minket mindazokból a tudományokból, melyeknek ismerete a jogi doktoroktól megkívántatik, megvizsgált és az állam és jogtudományi doktorságra érdemesnek talált. Ezért tisztelettel kérjük az egyetemi szenátust, avasson bennünket okleveles jogásszá. Kérem az egyetem szenátusát, hogy a kérelemmel kapcsolatban hallgassa meg az állami és jogtudományi kar dékánjának előterjesztését. Magnifice Domine Rector, tisztelt nyilvános ünnepi egyetemi szenátus ülés, mint az állami és jogtudományi kar dékánya bejelentem, hogy a 2017-18 tanév első fél évében jogászszakon összesen 28 fő vehet át diplomát, ebből 4 fő summa cum laude oklevelet, 9 fő cum laude oklevelet és 15 fő rite oklevelet. Az állami és jogtudományi kar dékánjának előterjesztése alapján megállapítom, hogy a jelöltek valóban jogot szereztek az állami és jogtudományi doktori címre. Most az egyetemi szenátusra vár az a feladat, hogy a jelölteket doktorrá avassa. Előtt azonban kérem, tegyék le a doktori esküt. Felkérem Berzevici Márk Zsoltot az eskü szövegének felolvasására. Kérem a jelölteket és a vendégeket, hogy álljanak fel. Én Berzevici Márk Zsolt esküszöm. Hogy Magyarország alaptörvényéhez és a magyar néphez, hogy Magyarország alaptörvényéhez és a magyar néphez mindenkor hű leszek. Mindenkor hű leszek. Hogy a Miskolci Egyetem és szenátusa iránt, hogy a Miskolci Egyetem és szenátusa iránt mindenkor illő tiszteletet tanúsítok. Mindenkor illő tiszteletet tanúsítok. Ebben az ünnepi órában a tudomány. Ebben az ünnepi órában a tudomány és az igazság szolgálatára szentelem magamat, és az igazság szolgálatának szentelem magamat, és arra törekszem, hogy a tudományomat, és arra törekszem, hogy a tudományomat a
Miskolci Egyetem tisztességére, hogy a Miskolci Egyetem tisztességére, embertársaim javára, népem és hazám dicsőségére előre vigyem. Népem és hazám dicsőségére előre vigyem. A Miskolci Egyetem szenátusa abban a meggyőződésben, hogy az elhangzott esküjökhöz önök hűek maradnak, jogi doktorátust adományoz önöknek. Kérem, hogy nevük elhangzásának sorrendjében lépjenek elő, hogy mi az egyetem rektora és a kar dékánja doktoravatásukat kézfogással megerősítsük. Jogász szakon summa cum laude oklevelet vesz át. Droppa Ákos. Ivancsó Beatrix Lilla. Tóth Krisztián. Turán Ildikó. Cum laude oklevelet vesz át Berzevici Márk Zsolt. Kormos Ádám. Lábas Kata. Pellei Rebeka Ráhel. Szabó Éva. Szabó Marcell. Török Viktória. Urbán Éva. Vári Erika.
Rite oklevelet vesz át, Bartos Fruzsina. Bruckner János. Cseri és Alexandra. Gyöngy Kovács Enikő. Hallgató Judit. Putka Renáta. Királyhegyi Ádám. Lakatos Petra. Maksa Bence. Molnár László. Nagy Andrea. Olá Orsolya. Stanislavski Attiláné. Villás Petra. Bejelentem, hogy továbbra is az Állami és Jogtudományi Karon végzett hallgatók okleveleinek átadása következik. Felkérem dr. Farkas Ákos professzor urat.
tegye meg előterjesztését. Magnifice Domine Rektor, tisztelt nyilvános ünnepi egyetemi szenátusülés, mint az Állami és Jogtudományi Kar dékánja bejelentem, hogy az Állami és Jogtudományi Karon 2017-18 tanév első fél évében 34 fő vehet át oklevelet, mesterszakon 11 fő, ebből kitüntetéses oklevelet 2 fő szerzett, alapszakon 11 fő, ebből kitüntetéses oklevelet 1 fő szerzett, jogi felsőoktatási szakképzésben 2 fő, végrehajtási jogi szakjogász szakirányú továbbképzésben 7 fő, általános és igazságügyi mediátor szakirányú továbbképzésben 3 fő. Megköszönöm dékán úrnak az előterjesztését. Kérem a hallgatókat, hogy nevük elhangzásának sorrendjében fáradjanak az elnökséghez, hogy az egyetem rektorától és a kar dékánjától oklevelüket átvegyék. Közigazgatási mesterszakon oklevelet vesz át Weber Gábor Szabolcs. Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterszakon kitüntetéses oklevelet vesz át Antal Barbara. Lipták Istvánné. Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterszakon oklevelet vesz át Antal Gergő. Hankó Vivien Kincső. Herford Marianna. Mátrai Mária Zsuzsanna. Minyó Szilvia. Urszin Alexandra. Igazgatás szervező alapszakon oklevelet vesz át Nyeste Zsanett. Igazságügyi igazgatási alapszakon oklevelet vesz át Borbé Friderika Andrea.
Csopják Ildikó. Olá Gréta. Szigeti Judit. Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszakon kitüntetéses oklevelet vesz át Szaniszlóné Orbán Judit. Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszakon oklevelet vesz át Csörgei Viktória. Pallai Ádám. Végrehajtási jogi szakjogász szakirányú továbbképzésben oklevelet vesz át dr. Csorvási Lajos. Dr. Kavecsánszki Éva. Dr. Kiskondás Eszter. Dr. Molnár Renáta. Dr. Tejszné, dr. Varró Adrián. Szimirkóné, dr. Gócs Edina. Általános és igazságügyi mediátor szakirányú továbbképzésben oklevelet vesz át Bodnár Ferenc Tibor. Dr. Mecsei Nóra. Karakas Tóth Erika.
akadt, csak a felirat. Félre az összes gond, jön az öröm is, megy az unalom. Bárki bármit mond, nem a te hibád, a valami bánt. Ez az egy van, ez az egy élet, ez az egy sincs, ha nem éled. Ez az egy van, ez az egy élet, ez az egy sincs. Ugye érted? Érezd jól magad, pont jól áll a lazaság, hát ha másra átragad. Lefagy a mosoly, bárki a legbigit. Olyan a napod, amilyen a pont. A jó volt, kérjél még. Kerül amibe, kerül add ide. Ez az egy van, ez az egy élet. Ez az egy sincs, ha nem éled. Ez az egy van, ez az egy élet. Ez az egy, ugye érted? Érezd jól magad. Köszönöm a The Sign együttes előadását. Most a gazdaságtudományi kar végzős hallgatóinak diplomátadása következik. Felkérem Veresné dr. Somosi Marian professzorasszonyt, a gazdaságtudományi kar dékányát, hogy tegye meg előterjesztését. Magnifice Domine Rector, tisztelt nyilvános ünnepi egyetemi szenátusülés. Mint a gazdaságtudományi kar dékánya bejelentem, hogy a 2017-18-as tanév első fél évében a karon egyetemi okleveles közgazdász diplomát 43 fő, alapközgazdász oklevelet 60 fő, szakközgazdász oklevelet 2 fő, felsőoktatási képzésben közgazdász asszisztens oklevelet 3 fő, tehát összesen 108 fő vesz át oklevelet. Megköszönöm a gazdaságtudományi kar dékányának előterjesztését. Most az oklevelek átadása következik. Kérem a végzős hallgatókat, hogy nevük szólításának sorrendjében fáradjanak az elnökséghez, hogy az egyetem rektorától és a kar dékányától oklevelüket átvegyék. A gazdaságtudományi karon mesterképzésben okleveles közgazdász diplomát kap Cinege Bonifác.
Császár Erzsébet. Fotiu Afrodité. Gergely Amina. Hámori Hajnalka. Helmeci Ágnes. Hog Zsófia. Horváth Henrietta. Imricskó Péter. Kertes Enikő Katalin. Kisné Pető Ildikó. Koleszár Enikő. Kökény Tímea. Teles Norina. Krajcár Alex. Dr. Kurilla Dorottya. Legoza Attila. Dr. Magyar Fanni. Magyarósi Gábor.
Dr. Murányi Klaudia. Oláné Fűz Nikoletta. Ortó Anikó Barbara. Osváth Fanni. Pecsenye Máté. Polonkai Eszter. Rácsok Izabella. Rémiás Marianna. Réti Virág. Rózsavölgyi Nóra. Sándor Dávid Károly. Szabó Nóra Réka. Száraz Dóra. A gazdaságtudományi karon alapképzésben közgazdász oklevelet kap Aszfald Martin. Baffi Roland. Barcsák Linda. Benedek Ivett.
Bujnócki Beatrix. Büdi Afrodité. Cégel Máté. Csoma Péter. Danku Dóra. Dobronoki Mercedes. Domos Tamás. Éles Eszter. Fazekas Adél. Fegyvert neki Fanni Mária. Fórés Bence. Füzi Orsolya Dalma. Gál Dorottya. Grizák Gyula. Gulyás Nóra. Halász Anett. Haraszti Boldizsár. Havasi Anikó.
Héjas Andrea. Holló Ágota. Honti Bálint Viktor. Hubai Dániel. Jelcs Viktória Nikoletta. Kánya Dorottya. Keresi Gabriella. Kis Barbara. Kis Viktor. Kocsis Gréta. Kollát Vivien. Kovács Viktória. Lehocki Milán. Lingurár Jánosné. Mahovics Márk József. Markovics Gréta. Miklós Ildikó Emese. Miklós Viktor. Molnár Katalin.
Morvai Dóra. Nyitrai Vanessa. Orosz Dávid. Orosz Tamás Ádám. Oszlánszki Evelin. Pályer Zita. Pap Zoltán. Ravasz Alexandra. Rint Orsolya. Sabbag Mirjam. Schneck Zsófia. Sipos Dóra. Somosi Ágnes Katalin. Spisák Szkárosi Eszter. Szabó Adrián. Szabó Zsuzsa. Szamarasz Alexis. Szmetán Patrik.
Szűk Marian. Turi Bajai Péter. Turi Bajai Petra. Tóth Márta. Tóth Regina. Vajda Brigitta. Vitéz Levente. Zádecki Petra. A gazdaságtudományi karon felsőoktatási szakképzésben közgazdász asszisztens oklevelet kap Kotosz Nóra. Orosz Dalma. A gazdaságtudományi karon szakközgazdász oklevelet kap Bucskó Ibolya Andrea. Egyetemre jöttem, teljesen biztos voltam abban, hogy megfelelően felkészítenek szakmailag a tanáraim. Azonban soha nem gondoltam volna, hogy ennyivel többet tudok kapni az itt töltött évek során. Úgy érzem, mindig a legtöbbet próbálták kihozni belőlem, és ez teljes mértékben sikerült. Már több mint 10 éve versenyszerűen kosárlabdáztam, amikor felvételt nyertem a Miskolci Egyetemre. Úgy gondoltam, hogy ez a döntés egyben azt is jelenti, hogy háttérbe kell szorítanom a sportot. Azonban ennél pozitívabban nem is csalódhattam volna, ugyanis mind a kar, mind az egyetem minden támogatást megadott, hogy ne kelljen lemondanom erről a szenvedélyemről. A Miskolci Egyetemen, amellett, hogy egy biztos szakmai alapot szerezhettem, örök barátságokat köthettem, és nagyon jó volt, hogy az egyetemen működő cserediák programoknak köszönhetően megismerkedhettem más népek kultúráival is. Az
Az érettségi után lehetőséget kaptam arra, hogy egy olyan karriernek az alapköveit rakhassam le, amelyet motiváltan és örömmel csinálhatok. Az egyetemi éveim alatt a versenyeken és az ösztöndi programokon keresztül az ország többi jogi karának hallgatójával ismerkedhettem meg. Tudásom, karrierem és jövőképem fejlődését kiváló oktatók segítették. A lehetőség maga pedig nem volt más, mint a Miskolci Egyetem állam és jogtudományi kara. Amikor a középiskola végéhez közeledünk, mindannyian szembesülünk egy igen fontos döntés meghozatalával, hogy elkezdünk dolgozni, vagy hogy tovább tanulunk. És ha tovább tanulunk, akkor hol? Én 4 évvel ezelőtt saját magam hoztam meg azt a döntést, hogy a Miskolci Egyetemre jelentkeztem, és a mai napig egyetlen egy percig sem bántam meg. Úgy gondolom, hogy az egyetem a fejlődés és a szellemi gyarapodás legfontosabb színhelye. És mindezek mellett egy olyan színes és egyedülálló diákéletet tudtam itt megtapasztalni, amit csak nagyon kevés hallgató tudhat magáinak. És úgy gondolom, hogy ezek voltak a legszebb éveim. Miskolciként mindig is azon gondolkodtam, hogy a Miskolci Egyetem tudja nekem azt nyújtani, mint egy a világnak a bejárása és egy külföldi tanulmány. Annyit nem, csak sokkal többet. Bejelentem, hogy a végzős hallgatók nevében Horváth Balázs okleveles anyagmérnök kíván szólni. Magnifice Domine Rector, tisztelt ünnepi egyetemi szenátusülés, kedves oktatóink, szüleink, vendégeink, kedves diáktársaim! Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a végzős évfolyam nevében elbúcsúzzak és köszönetet mondjak az itt eltöltött időért és a hasznos tapasztalatokért. Mivel is kezdhetném eme gondolatokat? Megcsináltuk. Ugyanakkor ne felejtsünk el köszönetet mondani azoknak, akik mindezt lehetővé tették. Először is szeretnék oktatóinkhoz fordulni, akiknek segítsége nélkül ma nem biztos, hogy itt állhatnánk. A Miskolci Egyetemen a tanárdiák viszony rendkívül belsőséges, már-már egyfajta szülő-gyermek viszonyhoz hasonlítható. Mindig fordulhattunk hozzájuk akár szakmai, akár magánéleti ügyekben. Szavaik, néhány elejtett kifejezésük vagy félmondatok még ma is ott cseng a fejünkben. Egyetemi éveink alatt ők terelgettek minket időt és energiát nem sajnálva, sokszor saját szabad idejüket feláldozva. Úgy gondolom, ez a szakma és hivatás szeretet követendő példa lehet számunkra is. Másodszor szeretnék köszönetet mondani szüleinknek és hozzátartozóinknak. Ők voltak azok, akik végtelen türelemmel és szeretettel fordultak hozzánk a legnehezebb pillanatokban is. Erőn felül támogattak minket, ami nélkül szinte biztosan más emberek lennénk. Néha egy-egy vizsga alkalmával jobban izgultak, mint mi. Az ő segítségükre azonban nem csak az eddig elért eredményeinkhez, hanem a későbbiekben is hatalmas szükségünk lesz, és ezért nem lehetünk elég hálásak. Végül, de nem utolsó sorban hozzátok szólnék, kedves diáktársaim. Szinte gyerekként léptünk be az egyetem falai közé, de eljött az ideje, hogy felnőjünk és kilépjünk az életbe. Ezen időszak alatt az én helyére a mi lépett. Ez a gondolat segítette át közösségünket a legnehezebb időszakokon és a legnehezebb vizsgákon is. Kívánom azoknak, akik az egyetem falain belül maradnak és folytatják tanulmányaikat, hogy gyarapítsák itt szerzett ismereteiket, azoknak pedig, akik az iparban kamatoztatják tudásukat, sok szerencsét kívánok. Mit is mondhatnék el az együtt töltött időről? Szép idő volt, jó idő volt, kár, hogy elmúlt, jaj, bekár. A sok együtt tanulás, a közös sörözések, a szakestélyek és a rengeteg átbeszélgetett éjszaka szerintem mindenkiben nyomot hagyott. Ez az időszak egyfajta erkölcsi iránytűt is adott nekünk, és megmutatta, milyen érzés igazi selmeci diáknak lenni. És végül engedjétek meg, hogy egy kis útravalót adjak nektek. Az életben lesznek nehéz időszakok, és néha úgy fogjuk érezni, hogy az egész világ összedől körülöttünk. De ezekben a nehéz pillanatokban jusson eszetekbe az alábbi idézet: mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. Jó szerencsét, legyen fényes sikere a kohásznak, igazságot a jogásznak, pénzt a gazdásznak.
Megköszönöm Horváth Balázs kedves szavait. Felkérem Veresné dr. Somosi Marian professzorasszonyt, a gazdaságtudományi kar dékánját, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Magnifice Domine Rector, tisztelt ünnepi szenátusülés, hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! Végtelen gyorsan száguld az idő, akkor tűnik ez fel leginkább, ha a múltra tekintünk, hangzik a Seneca idézet. Az emberi élet szakaszokra bontható, és sajnos a szakaszok nem ismételhetők meg. A mai jelene holnap már múlt, és csupán emlék. Minden alkotó szakasz végén számot vethetünk magunkban arról, hogy jól végeztük el feladatainkat, lett-e valamilyen eredménye ténykedésünknek, marad-e utánunk valami. Most befejezett tanulmányaikkal egyben lezárult életük egy korszaka is. Lehetetlen objektív mérleget készíteni, hiszen a hangulatok, az élmények, a kalandok, a kellemes és kellemetlen pillanatok még túl közeliek, elevenek, színesen kavarognak bennünk és önökben. Időt kell hagyni a letisztulásra, hogy elménk rendezze emlékeinket, és képesek legyünk az értékítéletre. Ám emlékezetünkben a kronológia pontatlanná válik, az adatok egy része feledésbe merül, az arcok elhalványulnak. De most még fontosak, ma még tudjuk, ismerjük őket. Mi teremti meg akkor a kapcsolatot? A tudás, a tisztelet, a bizalom, a jóság, a barátság ma olyan értékek, amelyek a fontosságot jelentik és a folytonosságot. Önökké lett a tudás egy nagy szelete. A tudományok alapjai, a nyelvek, az emberi egyetemes értékek írott és íratlan alapelvei, az élethez szükséges praktikus ismeretek tárháza. Magam is tudom, hogy ezek megszerzése nem mindig egyszerű és könnyű feladat, sok kitartást, szorgalmat, néha lemondást igényel. Az elvárások, követelmények sorát gyakran érezték nyűgnek, kényszerítő járomnak. De ezek a kellemetlen dolgok az idő múltával valahogy megszépülnek, feloldódnak az emlékezetben. Néhány év múlva az egyetemi nehéz pillanatok, a szigorú oktatók nosztalgikus emlékké válnak, szelidülnek, s rájuk gondolva idéződik majd fel az egyetemi évek hangulata, fiatalságuk szépsége. De ezek az évek nem csak a tanulást jelentik, hanem mindazt, amit a fejlődő, önmagát kereső és önmagát megalkotni igyekvő egyéniségük megtapasztalt, kipróbált, felfedezett. Az emberi kapcsolatok mélységei, a barátságok, az együvé tartozás érzése, a környezet hatásai, a belső késztetéseik formálták önökben mindazt, amit egyéniségnek és léleknek mondunk, és ez legalább olyan fontos és meghatározó, mint a tantárgyak ismerete. A Miskolci Egyetem reményeink szerint elmélyült, használható tudást adott, a tudás mellett nevelt, életmódot alakított és az összetartozás érzését ültette el hallgatói lelkében. Köszönhető ez annak a több évszázadot átfogó, máigható igényességnek, amit az oktatói kar ápolt és a mai napig megtartott. Egy-egy kiugró eredményt, teljesítményt nem könnyű elérni, de azt évtizedeken keresztül megtartani több, mint siker, ez maga a küldetés. Kedves fiatal diplomások! Az önök egyik álma a diploma átvételével teljesült. Többségük néhány nap vagy hét elteltével munkába áll, mások visszaülnek a padokba, hogy mesterszakon folytassák tanulmányaikat. Akár így, akár úgy döntöttek, a következő cél eléréséhez is kitartásra, szorgalomra, ambícióra és hitre van szükségük. Ne féljenek nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. David Lloyd George gondolatait idézve, két kisugrással nem jutunk át a szakadékon. Az életben sokszor a hirtelen döntések és a nagyszabású cselekedetek visznek előre. Nyitott szemmel és szívvel járjanak, figyeljék az esélyt és éljenek vele. A megkezdett úton tovább kell menniük, de tehetik ezt annak biztos tudatában, hogy mind a szakma, mind pedig a munkaerőpiac nagyra értékeli a Miskolci Egyetemen végzettek tudását és szorgalmát. A munkába állók reményeink szerint sikeres út előtt állnak, pályájuk során szükségszerűen lesznek nehézségek, törések, kudarcok, tudások, értékrendjük, érzelmi szövetségeik segíthetik önöket a nehezebb élethelyzetek megoldásában is. Legyenek igényesek, helyezzék magasra a mércét,
ne elégedjenek meg a középszerűséggel. Persze a beteljesíthetetlen vágyak, az elérhetetlen célok boldogtalanná teszik az embert, de a józan belátás határain belül merjenek bátran tervezni, meglátják, álmaik sokszor megvalósulnak majd. Pályakezdésük időpontja bizakodásra adhat okot. Méréseink szerint végzettjeink több mint 92%-a a diploma átvételét követő 3 hónapon belül elhelyezkedik. Külön öröm számunkra, hogy közülük egyre többen szűkebb pátriánkban, Miskolcon, illetve a megyénkben találnak munkalehetőséget. Azonban ne feledjék, hogy tudásuk hamar elévül. Ismereteik folyamatos bővítésére, megújítására van szükség, melyhez az Alma Mater hasznos tudományok elsajátításának lehetőségét kínálja önöknek a jövőben is. Az ismeret, amit életünk során elsajátítunk, hideg racionalitás marad érzelem nélkül. Mindig legyen idejük arra, hogy sikereiket megosszák másokkal, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik segítik, segítették önöket azok elérésében. Tegyék meg ezt az ünnepségünk befejeztével is. Mondjanak köszönetet szüleiknek, nagyszüleiknek, mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy idáig jutottak. Ne feledjék, ezek a percek nem csak önöknek szólnak, hanem azoknak is, akik ma önöket ide elkísérték, akik ezekben a pillanatokban önökben egy álom megvalósulását látják. Valósítsák meg álmaikat, s tegyék ezt hittel, elhivatottsággal, stabil morális alapokon. Ne feledjék, az Alma Mater mindig szeretettel várja önöket. Ha majd visszatérnek a jubileumi évfolyam találkozókra, örömmel fogjuk látni kibocsátó karaik iránti elkötelezettségüket. Egyetemünk professzori kara, valamennyi oktatója és munkatársa nevében kívánom, hogy tudásuk birtokában a szorgalom, a tisztesség, a felelősség vállalás segítse önöket elképzeléseik megvalósításában, legyenek kiegyensúlyozott, boldog emberek. Ehhez kívánok a régi hagyományoknak megfelelően jó szerencsét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most habilitációs oklevél átadása következik. Felkérem Veresné dr. Somosi Marian dékányasszonyt, tegye meg előterjesztését habilitációs oklevél átadására. Mint a gazdaságtudományi kar dékánya bejelentem, hogy a habilitációs eljárás sikeres befejezése után az egyetem habilitációs oklevelet ad ki dr. Kunos István, a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karának egyetemi docense részére. Köszönöm dékán asszony előterjesztését. Az egyetem habilitációs bizottságának döntése alapján az oklevél átadásának nincs akadálya. Megkérem Kunos István egyetemi docens urat, fáradjon az elnökséghez, hogy habilitációs oklevelét átvegye. Bejelentem, hogy most PhD oklevelek átadása következik. Felkérem professzor dr. Palotás Árpád Bence dékán urat, tegye meg előterjesztését PhD doktori oklevél átadására. Magnifice Domine Rektor, tisztelt ünnepi egyetemi szenátusülés. Mint a műszaki anyagtudományi kar dékánja bejelentem, hogy Godzsák Melinda eleget tett azoknak a feltételeknek, melyekhez a Miskolci Egyetem doktori szabályzata a PhD doktori fokozat odaítélését köti, ezért javaslom és kérem, hogy az egyetem szenátusa a nevezetnek PhD doktorátust adományozzon. Megköszönöm dékán úr előterjesztését, és felkérem professzor dr. Farkas Ákos dékán urat,
tegye meg előterjesztését PhD doktori oklevél átadására. Magnifice Domine Rektor, tisztelt ünnepi egyetemi szanátus ülés, mint az Állam és Jogtudományi Kar dékánya bejelentem, hogy dr. Udvarhelyi Bence eleget tett azoknak a feltételeknek, melyekhez a Miskolci Egyetem doktori szabályzata a PhD doktori fokozat odaítélését köti. Ezért javaslom, hogy az egyetem szenátusra nevezetnek PhD doktorátust adományozzon. Megköszönöm dékán úr előterjesztését, és felkérem Veresné professzor dr. Somosi Marian dékánasszonyt, tegye meg előterjesztését PhD doktori oklevelek átadására. Magnifice Domine Rektor, tisztelt ünnepi egyetemi szenátusülés! Mint a gazdaságtudományi kar dékánja bejelentem, hogy Potvorszky Gábor és Szabó István eleget tett azoknak a feltételeknek, melyekhez a Miskolci Egyetem doktori szabályzata a PhD doktori fokozat odaítélését köti, ezért javaslom, hogy az egyetem szenátusa a nevezetteknek PhD doktorátust adományozzon. Megköszönöm a dékának előterjesztését. Bejelentem, hogy az ünnepség kezdete előtt a jelöltek már doktori fogadalmat tettek, így az oklevelek átadásának nincs akadálya. A Miskolci Egyetem abban a meggyőződésben, hogy elhangzott doktori fogadalmukhoz önök mindenkor hülyek maradnak, önöknek PhD doktorátust adományoz. Kérem, hogy nevük elhangzásának sorrendjében lépjenek elő, hogy mi az egyetem rektora és a karok dékányai doktorálvatásukat készfogásunkkal erősítsük meg. PhD doktori oklevelet vehet át Godzsák Melinda. Potvorszky Gábor. Szabó István. Dr. Udvarhelyi Bence. Sok-sok csodát, csodálkozunk, ha nem talál, és nem hisszük el, megyünk tovább, minek a jól bevált, ha átírhatod a szabályt. Kabát.
szint, szél a nappal egy mérlek hintán. Tép szint, a napjaidra csak rossz szót írtán. Lép hát lép, a gondjaitól nem látod már. Fordítva forog a föld. Képzelünk sok-sok csodát, csodálkozunk, ha nem talál, s nem hisszük el, megyünk tovább, s minek a jól bevált, ha átírhatod a szabályt. Nappal egy mérlek hintán. Tép szét, a napjaidra csak rossz szót írtál. Lép hát lép, a gondjaitól nem látod már. Fordítva forog a föld. Köszönjük a The Sign együttes előadását. Most tudományos hivatkozási emléklapok átadása következik. Megkérem dr. Kaptai György professzor urat, a Miskolci Egyetem tudományos tanácsának elnökét, fáradjon az emelvényre, és tegye meg előterjesztését. Magnifice Domine Rektor, tisztelt nyilvános ünnepi egyetemi szenátusülés, hölgyeim és uraim! A Miskolci Egyetem egyik fontos stratégiai célkitűzése, hogy minél jobb legyen nemzetközi tudományos láthatósága és megítélése. Ahhoz, hogy ezt növelni tudjuk, először fel kellett mérnünk a mai helyzetet. Ezért a tudományos tanács meghatározta, hogy a Miskolci Egyetem jelenlegi H-indexe 67, ami azt jelenti, hogy a Miskolci Egyetemen és annak jogelődjein 67 olyan tudományos műszületet, melyek mindegyikére a Google Scholar nemzetközi tudományos adatbázis szerint legalább 67 hivatkozás érkezett. Ez a 67 tudományos monográfia és folyóiratcikk a Miskolci Egyetem tudományos teljesítmények a csúcsa. A lista Giovanni Antonio Scoppoli botanikai tárgyú monográfiával kezdődik, amit a Selmeci Akadémia kohászat, kémia, ásványtan professzoraként írt, és Prágában jelentetett meg nyomtatásban 1777-ben. A közeljövőben a teljes lista fel fog kerülni az egyetem honlapjára. A Miskolci Egyetem vezetése egy-egy emléklappal ismeri el azon oktatók és kutatók eredményes kutatómunkáját, akiknek legalább egy tudományos cikkük vagy monográfiájuk szerepel ezen az illusztris listán, és még velünk vannak. A mostani tanévzárón a Műszaki Anyagtudományi Kar és a Közgazdaságtudományi Kar kollégái veszik át elismerő oklevelüket.
Kérem az emléklapot átvevőket, hogy nevük szólításának sorrendjében fáradjanak ki az emelvényre, és az egyetem rektorától, valamint a tudományos tanács elnökétől vegyék át az elismeréseket. Professzor dr. Bárány Sándor. Professzor dr. Mertinger Valéria. Dr. Lukács Edit. Dr. Barkóczi Péter. Dr. Nagy Erzsébet. Dr. Sólyom Jenő. Dr. Szegedi Krisztina. Ifjabb dr. Magyaródi Ferenc. Dr. Lengyel Attila. Dr. Bánhidi Olivér.
Kovács Jenő. Professzor dr. Kaptai György. Gratulálunk az emléklapot átvevőknek. Most Bosch-díjak átadása következik. A Bosch-díjat a Robert Bosch miskolci gyárai hirdették meg, és már több mint 10 éves hagyománnyal rendelkezik a díj a Miskolci Egyetemen. Korábban csak a gépészmérnöki és informatikai kar kiváló, végzős hallgatói jutalmazták a díjjal, de a tavalyi évtől kezdve a Bosch-díjat kiterjesztették a gazdaságtudományi karra is. A díjat átadja Masa Beáta, HR igazgató. A díjat kapja Polonkai Eszter. Kérem Polonkai Esztert, fáradjon az emelvényre. Most a Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata becsületdiplomákat ad át. A hallgatói érdekképviselet terén, valamint az egyetemi diák és közéletben végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként a Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata becsületdiplomát adományoz Szobocki Ákos, a Műszaki Anyagtudományi Kar hallgatója, dr. Berzevici Márk Zsolt, az Állam és Jogtudományi Kar hallgatója, és Szabó Zsuzsa, a gazdaságtudományi kar hallgatója részére. A díjakat átadja Kis Máté, a hallgatói önkormányzat elnöke. Kérem Szobocki Ákost, fáradjon az emelvényre, az oklevél átvételére. Kérem Berzevici Márk Zsoltot, fáradjon az emelvényre. Kérem Szabó Zsuzsát, fáradjon az emelvényre. Miskolci Egyetem. A legjobb választásod.
Felkérem professzor dr. Torma András rektor urat, hogy tartsa meg ünnepi záróbeszédét. Tisztelt nyilvános ünnepi szenátus ülés, kedves hölgyeim és uraim! Ünnepségünk a vége felé közeledik, engedjék meg ezért, hogy új, friss diplomásainkhoz szóljak. Kedves friss diplomás hallgatóink! Néhány évvel ezelőtt önök lehetőséget kaptak arra, hogy a Nemzeti Művelődés legmagasabb rendű intézményében, egy egyetemen folytathassanak tanulmányokat. Meggyőződésem, hogy önök jól választottak, jó helyen jártak, és a Miskolci Egyetem képes volt betölteni igazi univerzitás szerepét. Világossá válhatott az önök számára az, hogy ez a majd 300 éves múltra visszatekintő nagyhírű intézmény kiváló oktatási és kutatási nevelési intézmény volt. Kedves növendékeink, a mai nap a múltból nézve távozás, lezárása, befejezése valaminek, ez pedig az egyetemi tanulmányok. A jövőből visszatekintve azonban egy kezdet, egy sikeres, boldog életpályának a kezdete. Az önök előtt álló úton kérem és javaslom, hogy ne ijedjenek meg a feladatoktól és a nehézségektől, azok elől ugyanis nem elszaladni kell, hanem azokat meg kell ragadni, és meg kell oldani. Merjenek a tudásukkal élni, mert állítom, hogy lesz miből meríteniük. Azt kívánom, hogy mindig, minden helyzetben legyen bátorságuk, legyen tartásuk, miközben persze legyenek álhatatosak és innovatívak is. Vigyék fejükben a most szerzett diplomájuk, szakmájuk szeretetét, a szívükben pedig a jót. Ennek során kérem, hogy igyekezzenek szem előtt tartani Vas Albert következő gondolatait. Az igazi törvényeket nem írták könyvekbe, és nem is őrködnek fölöttük fizetett tisztviselők. Veled, benned és körülötted élnek, és a világ teremtésétől a világ végezetéig változatlanok. Meghatározzák, hogy mit tehetsz és mit nem, megéreztetik veled a különbséget a jó és a rossz között, a szép és a csúnya között. Őrködnek fölötted ösztön és lelkiismeret formájában. Tisztelt friss diplomások, most menjenek békével, mert a Miskolc Egyetem kapui önök mögött bezárulnak. A Miskolc Egyetem polgárai, mindenek előtt szenátusa, professzorai nevében kívánok önöknek sok sikert, jó erőt, egészséget. Ne feledjék, a Miskolc Egyetem, az Alma Mater visszavárja önöket. Engedjék meg, hogy az ősi Selmeci köszöntése búcsúzom önöktől. Jó szerencsét, legyen fényes sikere a kohásznak, igazságot a jogásznak, pénzt a gazdásznak. Hölgyeim és uraim, köszönöm mindnyájuk megtisztelő figyelmét, ezzel a Miskolc Egyetem szenátusának nyilvános ünnepelését bezárom. Kérem, hogy együtt énekeljük el a szózatot. Thank you.
should be. No way, no way. No, we're never gonna talk about it. No way, no way. No, we're never gonna speak again. No way, no way. No, we're never gonna talk about it. No way, no way. Speak again, no way.